Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig a Keplerth folytatása. Elég messze vagyunk. Akarok én ezzel megküzdeni? Igazából nem akarok néhány ládáért. Járok jobban. Nem teszek ebbe az irányba egy kerülőt. Főleg, hogy ott van, nem tudom mi. Valami faluféle. A gombát összeszedjük, az mindig hasznos. Hogy állunk? Még van egy-két hely. Na, mit találunk? Szeretne rézbogyót? Hát... Szeressen, erre azt tudom mondani. Én is szeretnék. Féle kaják ezek. HP-t ad meg, még HP-t. Sok-sok gyümölcsből gondolom. Ez a normál kaja. Ez meg valami hús szumó lehet. Másik húsos szumó. Fogalmam sincs, hogy pitéhez milyen alapanyag kellhet. Marci, te veled el játszogatunk. Jobb híján. És akkor... Hát itt keresztül vágunk a dzsumbujon. Meglátjuk, mit találunk. Még egy ilyen... terep. Megazából, ha semmi... Mondjuk ott van egy láda, ami hasznos szokott lenni. És igazából csak még egy ilyen... nyavaja védi. Sajnos ez a portál nem működik. Fa, az a ki vagyok segítve. Fákja, az jöhet. Fákja, az helyén való. Homok most, az a nem tudom milyen nagy állat. Még jó, hogy nem támadott meg. Barátságos dolgok. Hát egy szál. Hogy hívják, én nem állok. Nem állok le bányászkodni. Oké. Jó. Te nem kell lesz, és akkor annak a helyére lehet majd gyűjteni némi homokot. Azt hiszem abból lehet üveget, vagy ha minden igaz. Ha jól sejtem és jól értettem. Az pedig hasznosnak ígérkezik, mint alapanyag. Még mindig sréhen haladhatunk. Egy kicsit gyűjtögetünk. Aztán majd játszogatunk a receptekkel. Hát, ha tudunk valami fincsip kaját készíteni, mint a sima kaja, amiből most nincs is itt semmi. A nektár az nagyon hasznos gyógyulásra. De ennyi a helyzet. Hát némi almát mi egyebet felszedünk, már csak azért se, ha kajával akarunk játszogatni, akkor nem árt alapanyag. Maci védi a gombát. Nem védte a gombát eléggé. Macival semmi dolgom nincs. Jobb, nyilván hasznos lenne húsnak, meg mi egyébnek, de... Ó, itt egy nagyobb épület. Egy nagyobb épület. Ott tartalmaz még egy ilyen elsősegélyládikát. Az hasznos.
meg mindenből. Jó, az a drog nem nagyon izgat. Anélkül meg vagyok. No, hát igencsak fancy a... fegyverünk. No, az viszont érdekes, mert valami húsi féle. Ez abban a csont se kell. Ja, egy másik fajta hús. Ez nem tudom, hogy húsnak számít-e. Vagy minek. No, mindegy. Az a nagyobb adag rész azért jobban már megvonz. Arra hajlandó vagyok rampácsolni egy kicsit. Hát sajnos arra a kütyűre nincs hely. Így járt. Újabb gomba. És még mindig sréhen kell, hogy haladjunk. Rengeteg messzeségbe mentem el. Nagyon nem látok semmi hasznosnak tűnő dolgot itt a cuccon. Nektár gyűjtsük. Oké. Okay. Vaddisznó feliratkozott a kaja táblára. Nem bírta ki, hogy ne ütközzünk egymással. Innen már mindent kiloptam, úgy látom. Madárbogyó nem nagyon vonz, meg nem mindegyik azt hiszem harcos, és azért nem fogom csak megtámadni, mert papíron lehetne. Na, a kertünk szépen megnőtt. Erdőnk. No. Akkor te vagy a réz, ha megtalálom. Jó. No, mi nem kell. Két furnace, stone, dirt. Rakjuk ki azt a két további bogyót, és akkor némi fát bedobunk, hogy legyen miből, és üveg. Jó. Nem tudom, hogy mennyire hasznos, de van. Akkor nem olyan kaját készít. Így készül a saláta, nektár meg alma. Meg te két gyümölcs, meg egy nektár felteszem. Ja, és kifogytunk fából? Oké. Okay. Nem kell ide. Igazából semmi nem kell ide alapvetően nekem. Weird food. Már nem tudom, miből csináltam. Angry kópapa. Azzal biztos nem akarok harcolni. Nektárok jöjjenek. Jó. Igazából az ilyen fölöslegeket kidobáljuk. Ez génmódosításhoz van. A génmódosításhoz való kütyüket itt tároljuk. Jó. No. Ja, fát akartunk szedni, de az még odé van. Menjünk ide. Adjuk el neki. Egyrészt ezt a cuccot. 25-öt kaját ér, és igazából végtelen mennyiséget tudok belőle gyártani.
Az nem izgat. 500 ér, kicsit drága. 300 lőszer. Van. Akkor van 300 lőszerem. Jó, akkor megegyeztünk. 300 lőszer. Az bizony hasznosnak ígérkezik. Jobb lenne, ha azonos típusú lenne, nyilván, de... Azért nem minden a pakolhatóság. És éjszakai favágás. Kiírtjuk az erdőnket, lesz végtelen fánk. Oké. Fene vigyen el. Éppen kajáltam, na. Éppen kajáltam volna, nyaja. Mondjuk egy 15. Meg rengeteg. Jó. Hasznosnak tűnik. És akkor igazából a nektárt nem is kell vinni, mert ez jobb, mint a nektár. Kétségtelen kevésbé lehet találni. Rengeteg van belőle. Csak mondjuk kajának nem olyan jó, úgyhogy kell a másik fajta kajából is nyilván egy adag. De nektár helyett lehet vinni ezt, és ez jobb gyógyító kaja. Oké, mit akarok még? Etető, fémből is lehet. Van elég? Van elég. Akkor legyünk hat szóljon üzemmód. Ennél több kéne oda. Na, mindjárt jobban állunk. Remek, és akkor ez lesz a gyógyítás. Na, ha két húsit dobunk be. Abból lesz a Sweet Ham. Mi van, ha ezt a undorító bogyót? Abból lesz a Weird Food. Van még itt, ami kajának mondható. Megmondom, ezzel sima kaja lesz, mert ez ilyen vegyes, nem jóval se vezet. Ja. Jó. Tehát akkor két hús, meg egy nektára. 25 kaja, 10 HP, meg 20 másodpercig egy. Mondjuk ez a saláta jobb HP-nak, ez a mindenben jó, de igazából elég drága erőforrás, ez meggagyi. Ez mit csinál? Simát, mert akkor betoljuk, hajrá! Akkor legalább ebből lehet csinálni ilyen minőségi kaját. No, a Sweet Ham az nem rossz. De picit drága.
Oké, hát azért egy... nem, abból nem kell annyi. Hát egy fegyver, meg egy bogyó nem ártana. Kérdés, hogy hova akarok menni most? A felszínen. Ott egy portál. Mondjuk akkor viszont oda elmegyünk. Lassan nappalodik. Jó, akkor szépen oda elsétálunk. Aztán majd kiderül, hogy mi lesz. Kutyák minden mennyiségben. És nem nagyon látunk semmit persze. A vaddisznó az mondjuk jó. Azért lassan hajnalodik. Ó, be lehet dobálni cuccokat. Mondjuk akkor hasznos, ha megvan néhány helye, és akkor lehet ilyen leföl liftnek használni gyakorlatilag a bányából, meg más hasonló helyekről. De... Nem is tudom. Igazából az a baj, hogy a legtöbb dolog, amit meg akarok tartani, az fontos, hogy mindig nálam legyen. Azt nem akarom, hát majd valahol, ha belefutok egy olyan állatba, akkor kiszedjük. Annyira meg nem maradandóak, amennyire láttam, hogy megbízzak bennük. Hát igazából nincs kemmi dolgom lemészárolni titeket. Kaktusz, nagy kaktusz, csont. Hát ennél izgalmasabbat vártam. De így sikerült. Van lakója. Akkor lehet, hogy ezért nem mentem ide, de... Ja, hogy a szárnyakat akar mutatni nekem. Mi az, hogy van lakója? Fegyveres lakója van. Ó, hogy a nyavaja törjön beléd. Portál 3. Azt hiszem ez... Ahogy tetszik, nekem is van, ha nem felejtem el. A fene vigyen el. Mintha lenne egy furcsa ilyen kerek építmény. Annyira nem veszélyes. Disgusting organokat. Csapatos túl. Igazából miután vettünk egy 300 kaját, vagy mi az lőszert, nem olyan nagy tétel. Használni. Ajjajjajj. Viszont van némi bányászni való rész.
töménytelen sok, de... Igazából nagyon kevés, főleg ahol érdekes. De nem lettem beljebb. Együnk. No, de a saláta az már is igazolta a hasznosságát. Már majdnem legy... De meggondolom, akkor csomó egyéb kutya, meg egyéb ilyen szörnyetek van. Ó! Oh! Nem is kevés! Szerencsére csak sima kutya horda, úgy látom. Ez nem egy nagy tétel így. Mókás. Valami. Állattartó vagy kicsoda? Nem, meglátjuk, megnézzük. Mégis ott a portál, azzal lehet valamennyivel rövidíteni az utazásainkat. Akar sült húsit, ha jól látom, vagy valami ilyesmit, de nyilván el fogok adni sült húsit bárkinek. Hová nem. Végül is van minden. Még ilyen is. Ippek hogy? Hát mondjuk egynél több reméljük nem kell. Disznó 100 ér, ló 100 ér, kecske. Kecske meg disznó, aztán majd kiderül. És így látom, tele is vagyok körülbelül, ja. No. De akkor vissza a teleporthoz és menjünk haza. Rakjuk ki a állatainkat. Pont a húsira nincs hely. Mi vagy te, kaktusz? Lol! Dobófegyver az óriás kaktusz. Hát nem mondtam volna, hogy dobófegyver. Jellege lenne. De hát ez van. Itt az mókás kis óriás állat. Bázis a bázisunk. Na, hogy kell kirakni? Kis disznó! Ja, hogy virágok kell lennének. Egy darab virágom van összesen? Azt hiszem itt vannak valahol virágjaim. Ja, bedobunk egy csomót. Egy virág. Ez is virágnak számít. Arrébb tol a disznó. Jó, a kajájához akar menni, azt mondja, meg tudom érteni, na.
Akkor olyan, hogy arréptől valóban. Zimi, zimi. Mondjuk, ha csak ennyi a feladatom, hogy legyenek virágok a közelébe, akkor az oké. Okay. Jó, és utána a többit meg kiadja ez a sarok. Napi másfél. Picit lehetne több. Ha behoznánk egy csomó virágot. Mi alapvetően semmi nem kerül, hogy behozzunk. Pöpörö. Kaktusz nem izgat, megmondom őszintén. Hol van a genetikai tárolónk? Jó, ez se érdekel. Az újabb lőszer 14, hát nem is jó, maradjunk annyiba. Nem is jó lőszer. Nektár a nektárgyárba. Oké. Okay. Három nektárunk van. Igazából bevételünk rengeteg lehet. Nem tudom majd mire jók a állatok, majd kiderül persze. A kecskéből elvileg lehet hús meg tej, a disznóból hús. Azt várnám. De hát, néha egészen érdekes dolgokat. Aztán majd valahol le kéne találni azt a parisztor akármit. Jó. Mielőtt te is mehetsz oda, nem izgatsz. No, akkor hozzunk virágokat. Hogy hívjáknak, méhecskéknek? Gyűjtsünk virágot. Elmegy a eszelős harcosunk virágot gyűjteni. Meg akkor a fű is hasznos, mert az meg kell a hogy hívjákhoz. Nektár. Sose árt. Igazából annyira nem fontos ez a nektárgyűjtés, mert annyit lehet találni a világon, amennyit akarunk, de mondjuk ha a bázisunkon terem, akkor annyival se kell küzdeni. És van rengeteg virágunk. Hát, lehetne még egyet vagy kettőt talán szedni, de úgy érzem nem kell. Maradt is egy-két virág. 100% napi 5. Hát az bőven több, mint amennyi kell. Az bőven több, mint amennyi kell, belátható időn belül. Miért érzem úgy, hogy ott kéne ezt a parisztor akármit megtalálnom? De lehet, hogy nem este kéne elmenni. Este menjünk bányászni a bányába.
Vagy legalábbis nézzünk le a bányába. Nem ártana még némi, hogy hívják. Mennyi van, rengeteg cumunk. Gyökén a meg ezüst. És akkor lehetne készíteni ezüst kardot. Egyértelműen pozitívan hangzik, de azt most elindunk itt éjszakon, aztán megyünk, ameddig tudunk. Ugye, amíg meg nem unjuk. Vagy ki nem kergetnek. Ott van egy szoba. Lehet, hogy nem a kőben kéne végigfúrnom. Vagy letoljuk. Hát igazából van elég, ez visszaadja a kaját, HP-t, mindent. És ott van egy csomó vas. Tehát nem teljesen föl, sőt ott még van egy adag réz is. Alapvetően nem volt haszontalan a bányák, az akciónk. Éjszakra még mintha lennének Goblin király. Akkor találtunk valamit. Nem biztos, hogy akarjuk találni, de találtunk. Jó, igazából ez nem kell. Ez nem kell. Többi belefér, meg egy csomó majd olyan, hogy eladásra megy nyilván. Agresszív kuty. Hát ez csak csont. Oké. Azért nem egy baráti csapat, maradjunk annyiban. Goblin acélpáncél. Jobb, mint az enyém. Nem túl meglepő, ha egyszer acél a vaspáncél helyett. Mondjuk a sérült nem annyira sirályos, de mondjuk azt legalább el lehet adni. Meg majd megnézzük, hogy be tudjuk-e olvasztani. Mert akkor van acélunk. Elvileg egyébként simán acél az szén meg vas, úgyhogy azt nem bányáztuk a acélt, ugye. Na mindegy, majd kiderül.
Oké. Goblin petkolár. Az is valami. Még egy ilyen állatnyakörv. Elteszem, hasznos a állatszelídítéshez. Baráti. Holy moly! Én meggyőztél, hogy te erős vagy. Na, meggyőztél. Hát azt mondom, hogy nagyon kell egy győzködni, de meggyőztél, hogy erős vagy. Nálam erősebb. Ouch. Hasznos viszont a kaja, ebben megegyezhetünk. Ebben megegyezhetünk, hogy az nagyon hasznos volt, meg a páncél, azt megköszöntük. Az, ami ott, mintha lenne valami hasznosnak tűnő. De a baj, csak nyomokban. Két darabért kibányászni egy fél világot. De hát egyenlőre ennyi a találatunk. Ennyiért már küzdünk. Ott van réz. Már az lassan már nem éri meg a bányászatot. Meg az így nem igaz. Amihez nem kell egy év alapanyagot, tökéletesen jó a réz, mint fém alapanyag. És ahhoz végtelen mennyiség kell továbbra is így. Mint látható és hallható. No. Hát akkor innen fogjuk folytatni legközelebb. Találtunk néhány receptet, találtunk egy pár állatot. Van egy méhecskénk, méhfarmunk, méhkas. És megnéztük, hogy a goblin király az egy kicsit erős. És ellőttük a fegyvereinket, vagy lőszerünket. No. Réz, van rengeteg üveg, az is hasznos. Ez is réz, úgyhogy nem kell annyi réz. Ezt dobunk egy adagot, viszont ezek meg szépen megnőttek. Innen meg lehet szedni egy adag bogyót. No, hát valahol vagyunk. És akkor lehet készíteni minőségi kaját vele. Meg van ilyen állatvadász eszközünk. No, majd meglátjuk, hogy meg tudjuk-e szelídíteni a különféle vadakat. Már ennyi.